Mondtak nekem, hogy annyira szeretem a futballt, hogy hát. Mondjuk, ha nem búrul gólt, akkor mi többet nem is választatok. És nem tetszik nekem elmondani, hogy mit lehet itt látni, vagy mik ezek itt nagy gyárt? De a tíros éppen mindent nem. Leszakította. Tízeséket ők, azért nem veszik fel a tízeséket. Szóval nem volna. Hajrá, Pérkői! Ajde, ajde! Piros! Kutya kifelé! Hajrá, Pérkői! Ma kurva jók vagyunk. Verekedés közben kitört a fotballmeccs. Köszöntök mindenkit a második epizódba. A Szentléleki Perkő csapata hívott el ezúttal magához, és hát egyből itt kezdtük a Perkő nevű Dombon hegyén a forgatást, egy gyönyörű szép székely zászló háttérben. Ott pedig lent, hát most lehet abból a szögből pont nem lássátok, de ott van a futballpálya, és úgyhogy akár innent is lehetne nézni a meccset, ide kiül az ember, szotyizgat, nézi a meccset, de hát ugye mi a pálya mellő, fogjuk, már ott izgalmasabb. Uzon csapatát fogják fogadni a hazaiak, hát kíváncsian várjuk, hogy mi lesz a meccsen. Megmondod-e, hol vagyunk? A Perkőn. A Perkőn? Így van. Szoktál apának kijárni a meccsekre szurkolni? Igen. Szoktál? Szokott gólt rúgni? Igen. Úgy tudom, hogy az egyik legidősebb csapat a megyébe, Perkő. Nincsen konkrét infóm, te mit tudsz erről? Hogy azért azt hiszem 80-as évek óta ők szüntelen itt vannak a ligába, itt vagy te 1954-től vagyunk. 54-től? 54-től vagyunk. Tehát akkor kimondhatjuk, hogy ti vagyok a legrégebbi csapat. Azt a mindenit. Akkor nem akármilyen csapatnál vagyunk most. Hogy alakult eddig a szezon? Ugye két meccs alatt 4 pontot gyűjtöttetek, ki nem kaptatok, ez lesz az első hazai meccs. Van. Görög úgy állunk fel, hogy ami tőlünk telik. Elvárás, úgymond, bennmaradni a bajnokságban, megnyerni. Nem a célunkba, de kiesni is. Hát de az a baj, ki se lehet, nincs hova. Nincsen ötödik liga. Jó, jó, de azért középmezőnyt legalább tartsuk. Ez mennyire sikerült a tavaly hányadik helyt értétek? Hát eddig azt hiszem. Na, az egy jó középmezőny akkor. Mai eredmény? Nyárni kell. Nyárni kell. Mindenki. Ez a hely, ahol most vagyunk, ez a Szent István Kápolna. Kápolna. És mit kell tudni így itt a helyről? Minden év augusztus 20-án van a Szentléleknek, a Perkőnek a búcsúja, Szent István búcsú. Ez Csíksomlyó után a legnagyobb háromszéki búcsú. Tehát augusztus 20-án ez a búcsú? Így van, augusztus 20-án. Idén volt a Republik koncert, vagy mi volt így itt? Tehát akkor itt már azért elég komoly szintek vannak. És még van az, amikor táncolnak, vagy milyen esemény szokott itt még lenni? Néptánc találkozó szokott lenni. Akkor közösségi napok az most már 3 éve meg van rendezve. Perkői búcsú előtt egy héttel. És ezt hogy kell elképzelni? Az úgy, hogy vannak ugye a faluban a nyugdíjas klub, van öreg futballisták csapata, van a tanács, tanárok, különböző csapatokat hoznak létre, és akkor főzőverseny van. Itt fent? Itt fent, ugye? Ott lánt a színpadnak. Szerintem magá, itt meg ennél tangyirtokán biztos jól eshet. Említetted, hogy ezt te szoktad festeni apukáddal, vagy hogy van ez? És miért pont tüketten kell ezt festíte, vagy hogy? Mesteremberek vagyunk a faluba, úgy alakult ugye a plébanossal is, van édesapám egyháztanácsos. Az idén apum egyedül festettem, mert külön lett a csoport, de úgy látom egyedül sem. De szép lett, jó. Elégedett vagy. Akkor te itt elég aktív vagy itt a közösségbe, községbe, és te szelveszel érte, nem csak a csapaté, hanem úgy ámbra. Ez szép. Ha egyszer verset akarok írni, akkor biztos, hogy ide fogok jönni. Annak idején a bolgáradókot lehet itt fogtak ide ki a hegyen.
És a 12 darab ilyen van? 14. És valami koszorúzás van-e, vagy hogy? Az lánca szent is van szoborna a központ. Értem. És ezek a faluk, akik a kereszteket állították, azok mind részt vesznek ezen a bucson? Tehát onnan jönnek küldöttségek, vagy hogy van, hogy kezd elképzelni? Egyébként szerintem ez azért volt így kitárvázva, hogy ők is érezzék saját tükrének a peret. Környéken nem sok csapat van most már, sajnos. Úgyhogy kb. Ezek a faluk a perkői csapatot is érezhetik ilyen formán valamennyire magiknak, mert tényleg a környéken itt ti vagytok egyedül ebbe a szegletbe, más nincs csapat van. Nincsen. Sajnos. A csapatból is vannak, ezt önnekről kurtak, hatakról, igen, olyanból. Azt akartam aztán pont kérdezni, hogy a csapat az milyen falukból tevődik össze, de akkor a környékbeli falvakból, de kemény, na. És jó tényleg ezt hallani és tudni, hogy megmaradtatok az 50-es évek óta. Itt jobbról a Tarnóci várról megyet. Két éve neki fogtak itt a vaskalódni. Régészek, de... És mit kaptak eddig itt? Hát még nem tudom, mert nem mutattak. Ja, nem mutatták, hogy mit kaptak itt. A háborús emlékmű hátam meget, szembe velünk a templom, és van itt egy ilyen sztori, hogy az újszülötteknek, tehát minden adott évben ahány fiatal gyerkőt születik, annyi csemetét ültetnek el a helyiek, akkor meg fog nézni ezeket a csemetéket, illetve akkor, hogyha lehet, úgy lehet, hogy itt van a harangozós, benéznénk akkor a templomba is, hogyha beengednek. Úgy hallottam, hogy kapott egy új orgonát a templom. Igen. Mit kell erről tudni röviden? Hát az annyit, hogy Németországban támogatottak, az orgonát megvettük. Mint az anyja. Itt van. Nem csak csatár vagy, hanem... Kantor vagyok. Kantor? Tényleg az vagy? Igen, Száraszpatakon egy falba fest. Hát ezt eddig nem mondtad. Nem kérdeztem. Nem tetszik nekem elmondani, hogy mit lehet itt látni, vagy mik ezek itt nagyjából? De a bíró szépen mindent. Szerintem talán nincsen. Ott vannak a kantorok és egy kép, hogy Huni nincsen. Huni nincsen rajta. Hol vannak a... Itt az énekkar, Huni hol vagy? Ott van. Kell hozz egy fotót ide magadról. Hogy szólt az orgona, jó? Küldjék-e vissza Németországra? Hát abban nincs, hogy ügyék, hát le van volt utána. De még nem ilyen meccsre? A bíró utánat köztetem én hamar. A bíróról vett le dresszet, vagy hogy? Igen, igen, és meg is vettem neki. De amit letépett, ki kellett fizesse? Szóval az úgy volt az egész játék, hogy a vitt lúcska két testvér volt. És engem letöpött. A bíró? A bíró. A tasbíró. Azt mondja a másik, úgy általában letöp, az olyan csemetes. Ah, mondom, menjetek el, jelent meg üveskedjetek volna, mert az más a hóta. És pont engem ért. Én semmit nem csináltam, így néztem a meccset ügyesen. Na, amikor már kiőztem, amikor búttak ki, akár nem tudtak azok a munkavédelmesek az ő baltorik. A bírom, nálam dresszet ügyesen én szőröst a kazámmal, és akkor telefonáltak, hogy viják szavazda, hát onnak ide, mert ki kell dresszet fizet. Úgy jártam, na én többet meccsen nem jártam. És akkor nem jazott a meccs, nem jön meccs. Nem is jártam. De most van kárt, nem tudja levenni a bírókról, nem? Akkor is volt kárt. Kapunő kijött, és ott vártam én, komolyan. Na hát én minden faluban ilyen harangozó bácsit kívánok. Lássátok-e, hogy még egy harangozó bácsinak is vannak megyei sztoriai, úgyhogy mindenki is tud a megyeiről beszélni. Én lesz ki, hogy ilyen padban a működségünkben nincs ilyen. Minden újszülöttnek ültetnek egy csemetét, és kihozták ezt ide, és tehát itt is csemetéket ültetnek ezen a parkoló részen, ha már ilyen jó a dom, minden tartsák meg a fák, akkor.
Például 2022-ben 17 új szülött volt, csak akkor 17 fát kaptak, és ez szerintem egy zseniális dolog, vagány dolog, hogy ilyen is van, én ezt se tudtam, hogy van ilyen. Ott lejjebb gondolom akkor a 2021-ben, 2020-ban, 19-ben születettek. Most az, hogy 22-ben 17 gyermek született, hogy ez most jó vagy rossz, mindenki döntse el magának, de azt tudjuk, hogy Székelyföld szerte a szaporulatokkal baj van. Félszemem sír, félszemem pedig kacag, mert hogyha 37 gyermeknek lenne itt a névsora, még akkor sem volnánk a legjobb helyzetbe, de hogyha 57 lenne, még akkor sem biztos, hogy hú, de milyen boldog lennék. Ha már 117 lenne, na akkor igen, de hát ez van, sajnos kicsi a szaporulat, de nem csak itt Perkő alatt, hanem mindenhol szerte Székelyföldön. Közben úgy látom, hogy Huniék is megkapták az övékét, mert ugye két szép fiacskája, most mind a kettőnek van csemetéje. Itt vagyunk a Gyöngyszem korcsomába, itt szokott, bármilyen hihetetlen a csapat, itt szokott meccs előtt, meccs után összegyűlni. Augusztus 17, de hónappal hamar, később jöttünk, lekésünk a meccset. Ez minden meccs előtt ide kitetszik programatóan? Ezt a szokást tartsa meg, ezt így kell. Tehát van egy csapos, aki itt dolgozik, és a csapatnál játszik. Igen. És ma azért nem játszik, mert itt kell csapolni. Nah. Én felmentem mindig, hogy oké, azt, hogy jön, akkor hájt. Van Hunika nem búl gólt, akkor mi lesz? Nem jöjj szárazpatak. Egyszerűen. A szárazpatakról tetszett lejönni meccsre? Hát biztos, hogy nem, és kézzük ő várom. Azt gondolom a csapatról, hogy a fotbalista szenteket nyeljenek. A fotbalt úrra azt tudják, igaz-e? De Hunika nem találsz gólt rúgni, azt tudom, mit mondok, hogy szárazpatakról nem jöjj. Ez a... Maga vicc. Nem bánok. Jó Isten, mindenki segítsen! Segítsen! Egészségre! Újra meg tűnti meg kérni. Megtűnti meg. Ha csak egy interjú cserébe fizessük ki. Én azt tudod, hogy mit gondolsz a mai meccsről, mennyi lesz az eredmény, mit gondolsz a csapatról, ugye te az itt milyen szokott lenni a hangulat egy győztes meccs után, vagy attól mit szeretsz? Mennyi sört isznak meg. Tehát akkor jössz meccsre ma is? Persze, bezárok. Ja, hogy olyankor bézár a korcsommal, tehát ha a meccs van, és fél időben kinyitte? Igen. Akkor jó, jövünk. Hát igen, mert akkor jönnek sörőt. Ha jövünk, műes. Köszönjük szépen. Egyetlen egy bolond csavon abban a futballban. Kéne 12 labda, mindenkinek egy, hogy nápusson egy minden, egy balonokkal. A lőtéren egy száragadt kuslató Csobán kutya sem nézni akkor a futballmeccséget. Hát, jó mondod. És látom, hogy energiaitalt iszol, úgyhogy vagy esküvbe voltál, vagy születi bálon, vagy hosszú volt az éjjel. Gyugrát választottuk. Itt ül mellettem Andrea Pirlo, eltitkolt székelyföldi gyermeke, és megiszok vele egy sört, egészség. Kiraktam Insta sztoriba, hogy kire hasonlít Petko, ma ugye eljött ide egy olasz mezbával a régiás 80-as beli frizurával, és hogy egyből szemet szúrt nekem, és nem tudtam, hogy hova tegyem. De lássuk, hogy miket írtatok. Azt írják, hogy Del Piero, Tonali, Pirlo vagy Zola. Ezt írta a többség. De nézzük meg, hogy szerintetek kire hasonlít, és írjátok meg nekünk kommentbe, hogy kire hasonlít Petko. Tehát ő Zola, szerintem egy az egyben kiköpött hasonmása, vagy Del Piero, ugye? Hát valamennyire hajasztok egymásra, szó szerint hajasztok. Ugye itt van Pirlo. Hát, te, mit mondja? Stonali. Tehát, hogy végignézem a képeket, én azt mondom, hogy te vagy Alessandro Pirlo. Gianfranco Zola, eltitkolt közös gyermeke. Ez te vagy. Szerusztok. Itt voltunk a kocsmában, Gyöngyszem. Gyöngyszem kocsmában. Azelőtt voltunk, megnéztük az újszülött gyermekeknek a fáit. És utána megittünk két sört, ami szerintem fontos a lelknek, léleknek. Szerintem te nem két sört ittál. Nem úgy látom. Csak fáradt vagyok egyébként. Aha. Most lesz a Perkúzon meccs. Az én tippem egyébként 3-1 Perkőnek. Ne várjanak meg egyébként, mert félag attól, hogy megvernek itt a Perkőiek. 2-1. A hazaiak javára. Nekünk a meccs az csak másodlagos, hogy megnézzük a meccset. Az emberek a lényeg, akik nézik a meccset, az interjúk, a szövegek, amiket mondanak. Nyomtál egyet a szintre. Hát igen. Ilyen diadórás felsővel elérukkoltál nekünk. Hát igen. Mi az olasz fan
őrület nálad? Honnan jön ez az olasz rajongás? Hát nekem az a 90-es évek olasz dizájnja az mindig bejött a testemnek. A hajam is nagyon szerette egyébként, szóval úgy éreztem, hogy ezt így összeket, ezt ugye a kettőt rakjam, másképp nem működhetett volna. Igazából full olasz vagyok mai nap. Persze mondjuk nem azt a nyelvet beszélem, de azért megtörténik. De egyébként, hogyha elfordítsuk az olasz zászlót, akkor egy magyar jön ki, emiatt lehet, hogy ez a kettő így összejött, de szerintem egyébként jól áll. Csajok, írjatok Petkónak, vagy nekem. Nem tudom, én nem láttam felállva az uzsonyakot már régen. Ja. Szívasz, kicsikacsú. Nem annyira szózzal adni. Szívasz. Mi van 8-as, Gerard a példaképpen? Szóval úgy veszik a dresszet, hogy tudod, van L-es, M-es. Méret szerint, nem szám szerint. Igen? És akkor neked ezt talán? Ez jó, az L-es ételt. Mint a Vilkos Green, fejünket így összefesszik. Sok csapatnál jártam, de ilyen B-melegítést még nem láttam. A Vilkos Green. Jó, gyakoroljuk, hogy kell a szöglet német tartani. Igen, ez a... Időhúzásnak. Úgy hallottam, hogy te védő vagy 10-esbe játszol, ez hogy jött össze? Késztem se az adresszi tudtam. Senki nem vett el a 10-es? Nem látjuk félre. Nehéz szangszkérnek egy dolog kihallás. Vagy piros lapot kap. Igen. Vagy gót. Vagy lesérül. Hosszúba! Sej! Meg van hímezve. Leszakította. Tízeseket ők. Azért nem veszik fel a tízeseket. Sokkal. Ez a bank a szponzorunk amúgy. Ez Mike itt a... Nem, hát itt ez a Kőváliban? Igen. És hogy érzitek, meg lesz-e mai meccs? Hát meg lesz, biztos meg lesz. Meg lesz, a bíró már lesz. Az első negyed óra, amit ott vagyunk, jó lesz, hanem csak szenvedik. Most van az a traktorocska műszer, az miféle ott a pál szélén? Ocskavas. Ocskavas? Akkor nem volt öngöznek a pálya? Nem. Pedig kinéztem belőle, hogy ezt simán elvezetett. Külön cég van arra, majd döngöli a pálya. Hát nem látszik. Hogy nem látszik? Na hülyeskedj, egész nyáron lucsoltam. Videre. Mi jól laktál, te rúgjatok ide a Tudom, hogy azt látom, hogy az ellenfél csapata ilyen 20 év körüliek az egészen, úgyhogy hát nem tudom, a szegény fiúknak azért elég nehéz lett itt a megyeibe játszódni ilyen fiatalán, de hát fiatalok esze szoknak, tudhatnak bármit, és még ma annyi meccsen varázsolni, de az én tippem az egy 3 gól különbség a hazai csapatnak. Szerintem egy olyan 3 góllal nyernek a perkölyek. De ettől függetlenül mondom, az nem rossz, hogyha egy csapat tiszta fiatalból áll, mert akkor azok egyszer összeszoknak, akkor tudnak ezt azt alkotni. 3-0 nekünk. 8-0. Mennyi? 8. 5-1. 3 meccs eső. Az mi? Hát úgy, hogy a Mike rúgja a golokat, az még kapja a pénzt. Minnyi a nyújtsuk. 3-0. 3-1. Mennyi lett? 3-0. Mennyi lesz? Le. Jó, hát! Kettő! Szerintetek melyik olasz válogatott fotballistára hasonlít? A Sepsi Pirlo. Megrandult vasárnap a Boka. És meddig van ez rajta? 2 hétig. És mit tippesz, ma nyerje a csapatot? Igen. És ha játszodnál, akkor gócsuk távolnál? Nem. Nem? Te hányos meccsbe szoktál játszani? 17. Anyadikán születtem. Nyilván nem jártok ti a korcsomon felé, de augusztus 17 volt kiírva a mai meccsre. Igen. De hogy szeptember 17. Mondta. Ma nem jártok korcsomon. Csavas kérdés volt. Bácsit megkérdezhetem, hogy hány éves tetszik lenni? 82. És eltetszett jönni meccsre? És ma mennyire győz a csapatja? Hát egy olyan 4-0. 4-0-ra. Jó, én futam, fiatal. Én 15 évig voltam futam. Mondták nevőnek el, de annyira szeretem a futam.
Gyertek, Zsübi, közelebb, hogy lássunk! Sziasztok! Milyen vicc a neve vannak itt a csapatban? Tico, Nyito, Pola, Zolos. Zolos az itt? Tehát ott a padon Elsaravi vagy Rolando? Elsaravi? Hát még nem alkészen a játékban. Nem csináltatok már a fotót, hogy ideig nem szoktunk. De még az ott ide Elsaravi szerintetek a Rolando? Jó, arra van most tudod a Pityókának is. Sok nagy gazda van, Szentlélek is. Megoldottuk. Annyit tudtam megállapítani, hogy kurva erős Perkőnek a karátjáme, hogy ott ül Elsaravi és Ramsdale az Arsenal kapusa a kicsi padon, de egyikőjük sem fogja a karátet. Csak cserék. Úgyhogy erős kemény itt a mit? Napszám? Hétköznap pedig napszámosok szedik a pityókát Perkőn. Főképp azért vannak itt, nem azért, hogy játszódjanak. Ezért cserék. El vannak fáradva. Horgasinikban az imbé van akadva, már addig szedték a pityókát. Nem tudnak hajolni. Szóval azt néztem, hogy itt Uzonnak az ifi csapatában nagyobb emberek voltak, mint itt a felnőttben, úgyhogy szerintem megcserélték a kettőt, vagy nem tudom, amit elnéztek. Hát ők nem isznak annyit, mint az idősebbek szerintem. Jobb emberek egyébként. Szóval sokan nem tudják, de Pászka Lóri a Ferencváros védője, a szomszéd faluból, mégpedig Kézdi Szentkeresztről származik, és a testvére itt játszik Perkőnél, csak jelen meccsen nem tud itt lenni, mert piroslapos. Úgyhogy írtam Lórinak, hogy mit üzen a csapatnak, üzen-e bármit egyáltalán a mai meccsre, tudjuk, hogy a testvére sajnos el van tiltva. Most válaszolt 15 percen, sajnos nem tudtam a csapatnak felolvasni, de később felfogom. Azt írta, hogy szia, nagyon jól teszed, igen, azt üzenem, hogy küzdeni mindig, feladni soha, és a csapat kapitánynak, Bartók Robinak, hogy 20 méteren belül ne passzoljon továbbra sem senkinek, ahogy eddig se. Köszönjük, Lóri, a jó taktikai utasításokat, átadjuk a csapatnak. Sok sikert továbbra is neked a Fradiba, és szurkolunk neked továbbra is, és Székelyföld büszke Reát. Kapura, jaj, bajó! Még egyszer! Kinek szurkolnak, gondolom Perkőnek, nem is kérdés. Perkőnek és a másoknak. De miért? Azért, hogy mind a kettőnek, mert azok is játszunk. De hogyha azt kérdezem, hogy ki nyeri a meccset, akkor? Azt tudta, a fennvaló tudja. Szentlélek. Jobbacskával játszodnak. Kebiskák. A kutya a magáj? Nem, az valonnan. Valonnan jött. Vándék kutya. Jaj, mi itt vagyunk örökké. De tetszett-e játszodni itt a csapatban? Nem. Nem. Csak szurkoló voltam. Csak szurkoló voltam, ilyen ne. Kell ilyen is? Azt hát szoktam. Ilyen kell. Hát itt a szurkoló különbséghez. És hogy szoktak szurkolni? Arra a Pérkő! Emesszed! Hát hallod, a szurkolás az ott áll, hogy mindenki a hazai pályán szurkol. De azt is annak is kell, amelyik jól játszódik. Akkor ma győz Szentlélek, ez a lényeg. Nem biztos. Én azt mondom, győznek. Nem. Ez még nem. Aztán az is lehet, amikor vége lesz, akkor meg. Akkor visszajövök. Akkor nyugodtan. És gólt rúgnak. Szentlélek nyár 4-1-re. Nem igaz. Ott nagyon jó játék volt. De válik vissza, úgyhogy nincsen baj. De hát gól ne! Ne, gól? Igen. Na lássák, egy zérő Perkőnek. Meg is volt nyomom, hogy
nagyon jó szurkoló emberek voltak ezelőtt. Még hamarabb többen. Hát, itt annyi voltak, hogy itt körbe kereken minden ember. Annak idején. Maga például mi jár ki minden meccsre? Szeretem én ezt a mérkőzést, szeretem nagyon. Én minden mérkőzésre nézik a tévében. Mi van vasárnap, néha élek. Eljövök, megiszok egy sört, ma kettőt, nézem a mérkőzést, leadjuk, hogy mind volt. Melyik játszott a bacskámnak? Ez a beszéd. 1-0 a hazai csapatnak. Gól! 2-0 vezet a hazai csapat, hát ez hamar ment. Piros kutya kifelé! Az itt a pirosat műt! Nem minden a gardunk, tapsolj pirosat a cám! Az intenció tiszta piros volt, Zümi! Mekkora gól volt, hely? Bum. Jaj. Megnéztek ki, kidobtad? Nem vigyorok. Nem akarsz ide, nem akarsz ide. Az az pikó, gyere pikó, rendben a pikó. Még van egy olyan jó 10 perc, úgyhogy esedékes még egy gól. Na hát 4-0, ahogy mondtam, még egy gól benne volt ebben a fél időben, 4-0-val menjen a hazai csapat. Délelőtt kiszedték a pityókat itt Szentéleken, most jöttek délután a meccsre. Bemelegítettek a pityók a szedéssel. Nem ennyit kiszedtek. És még így is rúgtak 4 gólt. Úgyhogy kiszedtek 2 remolka pityókat. Hajrá! Berkő! Hajrá! Berkő! Hajrá! Berkő! Hajrá! Berkő! Hajrá! Jó a meccs, nem? Jó a meccs. Tetszik. Mivel a portyázó nénike van, nem bácsi, azért azt mondják itt a szurkolók, hogy a bíró nőt eszünk ma. Szóval jogos, jogos. Bravo, Nyito! Nyito az itt a lapán. Ő a legjobb a csapatban? Sok legjobb. Sok legjobb van? Már beter akarsz lenni. Egy kis lag. Baki ugye, ő a legjobb. Legidősen, 46 év. Az igen. Hajrá, Pérkő! Még egyet berúgni! Ne bújjálta! Megjöttek, megjöttek. Ne a partó! Gyárt egy fennálló! Gyere, rúgj ide le, így megkérdezhetem itt a bácsikot, hogy voltak-e valaha egy Perkő játékosok? Kirúgta a több gólt? Ő volt a csatár akkor, ugye? Ő jobb csatár volt. És ahhoz képest, hogy ezelőtt milyen volt a futball, most milyen? Hát szerintem én azt mondom, hogy ezelőtt a futball színvonalasabb volt abból a szempontból, hogy több volt az ösztönzés. Igen. Most egy kicsit olyan hátrébe hagyják ezt a motiválják annyira magukat, mint ezelőtt motiválják. Sanyi bácsi, hogy játszik ma a csapat? Csapat? Mit mondjak? Jó. Amikor vezetünk kötétre, akkor jól játszunk. És hogyha 3-3 lenne, akkor mit mondanak? Hát ha jól játszik, akkor is azt mondanám, hogy jól játszik, persze.
Lesz még gólomeccse? Csapat, ami csapatunk, lesz még, kettőt rúgunk. Még kettő. No. Hajrá, Pérkő! 50-es évek óta van itt csapat, más faluba elmegyek, megkérdezem, hogy milyen érzés, hogy van a faluba a csapat, de hát itt magik ezzel szoktak hát, ehhez, mert amióta élnek itt csapat mi van. Nem is gondolkozunk ezen, hogy ne legyen csapat itt. Hajrá, Pérkő! Nem hagyad! Azt mondták, hogy kérdezem meg, hogy hogy szokta szídni a bírót. Intelligensen. Anyukába ritka, nagyon ritka. Csak mikor, igen, nagy végszázatban. Gól! Gól, te! Ismét, te kur... Bocsánattal legyen mondva. Tiszta intelligens, tovább. Ma kurva jók vagyunk. Hogy? Légy a fejedhez, karű! Na menjen Borni bácsi, fájálja meg. Nem, hát ezt az algodó visszavettem, úgyhogy a játékos elesett. Tehát nekem mi járt? Hát már ilyen ügyes videós. Köszönöm szépen. Megények erősen vigyorogtok, de nem tudjunk minek. Hát a szép focinak. Jó. Hogy lehet ilyen rúgni onnan? Hát én úgy. Ezt még magas bé rúgta van? Hát én úgy bé, hogy a kapus kivitte van. Hihetem, de onnan. A hazai csapat egyébként nagyon, nagyon túltoltott az eredményeket. 5-1. Hát nagyon jó meccs volt, jó színvonalú. Szentélek, jobb csapat. Kicska, valamunk! Hát végeredmény 5-1. Második félidőben nem szakították le a hámfát a csapatok, mindenki egy kicsit visszavett a fokozatból. Itt veszélyes, nálunk Kovászna megyében a Székely-Menyei megyeimét. Az edző a tusolóban is utánad, mert hogyha valamit akar dirigálni neked. Tényleg születésnapodon én sem vagyok, hogy Isten éltessen. Köszi szépen. A csapatkapitánynak, Bartók Robinak, hogy 20 méteren belül ne passzoljon továbbra sem senkinek, ahogy eddig sem. Utána azt mondta, üdvözlöm a fiúkat és Gály Józsi bácsit, add át kérlek. És írtam, hogy egy oldalról meccs már 4-0, és azt írtam, még pászka nélkül is sima. Frodival a szerződés lejárt, akkor mi van? Másképp oké, hogy minden, hogy lehetett volna még két álló, hogy nem gondoltam, hogy Bence, Mike Bence, Tony, hogy kapufát célosztaltak. Edzőbácsi, nekem azt mondták, hogy ez itt január óta itt sértetetlen, senki nem nyúlt, ez igaz? Nem, igen, nem. Hát edzésre nem jártok, nincs ami. Csapat nevébe szeretnék átadni, köszönjük, hogy eljöttél. Köszönöm szépen. Még nyártunk is. Na, gólt esugtál, ugye? Egyet, igen. Egyet, hát nem mehetek szarrasztatokat. Nem lehetsz kantor hétvégig, bocsánat. Köszönöm. Mágnes, ugye? Perfői, nem igen, azt a polart ajándékot. Úgy látom, hogy most rászok, senki nem megy az a józonom. Ez egy névre szóló Perfői, na ez igen. Megérdemli a csapat? Minden meccsen megérdemli? Akármi az eredmény? Igen. Minden hazai meccsen meg. Na hát Lóri, üdvözlünk innen Perkőről téged. Nem akármilyen más van itt. Azt mondtuk, hogy minden héten egy valaki fogja hordani, érte, csak mindenkire nem is fogunk. Senkire nem találom, kicsikát. Ez a szám se az övé. A szám, ez kimondt se. Régi dalcsiáru tették be. Mit keres ez a Máni? Nem, ezelőtt ezzel jártak futballozni, és meghagytuk a rekének. Ott utaztak a játékosok? Igen. Figyelmok az oldalán, most ezt rajta. Én légiós vagyok. Kurta pataki vagyok. És hogy látod bentről a meccset? Az én hibámból jött a gól, de azon kívül... Ja, hogy öt lencs azt az egy gólt a te hibámból igen, kaptál. Igen. De mindenki ezt mondja, érdekes meccs végén. Botika jó volt, de az egyet azt már nézted. No, álljanod oda a védő élet. Nem is kéne, ne mondjanak ilyen gólt, tudod? Meg se érdemlem. Muszáj megkérdezzem magát, hogy hogy van ez, hogy posztonként kik játszódnak elő, kik játszódnak hátul, ez mi alapján dől el, hogy van itt a Pepő csapatnál? Hogy... Hátul a tökösök, középen az okosok, és elül a nyálasok.
Zárt! Igen. Los Angeles pólója. Igen, Los Angeles pólója van. Sehol nincs itt rá. Az a célod, hogy feljusson a nyokba? Én. Hát nem kell nagy célod. 5-1. Meg se kéne magyarázni, de megkérdezzük a helyedzőt, hogy mi gondol arról. Versenyképes erőköt képviselünk. Hiányzott egy-két játékosunk, a piros lap, a sérülés. No, de az képest én meg vagyok elégedve hozzá a sót. Persze volt a könnyelműség is. Na, de én például meg vagyok elégedve az eredménnyel. Mióta tetszik lenni itt a csapatnak az edzője? Hát a PNK csapatnak az edzője 10 év. Úgy hallottam, de nem biztos, hogy ön az Adi ligába tetszett játszódni? Az első ligában, az első ligában. Igen, melyik csapatnál? Fecse Brassónál. Hány meccset? A kupameccsekkel minden szerintem úgy 80-100 között van. Kupameccsekkel minden, de 3,5 év alatt. A második ligában sokkal több volt, mert a második ligában volt az Icsimné 2 év, a Traktornál 4 év, amelyik nagyon jó csapat volt. Fecse Brassónál 3,5 év. És akkor aztán jöttünk lefelé, mert az idő telt, és akkor a harmadik ligás csapatnál is játszottam a Radiátor, Brassónál, a Prediálon. És most, hogy itt tetszik lenni egy perkönyv? Kimentek, ott az iskola kapunál rá lehet olvasni, hogy innen indulni lehet, de vissza lehet jönni. Na hát végül is én innen indultam, és akkor nekem meg tehát. Köszönjük, hogy vendégül láttok. Hajrá, Perkő! Hát egyáltalán mit mondok, hogy ez az ember? Hajrá, Perkő! Szentléleknek még van egy himnusza, hogy utcára nyílik a kocsmajtó, és kihallatszik belőle a szép muzsika szó. Hajrá, Perkő! Hajrá, Perkő! Hazai közönség előtt mindig émig volt. Szentléleki nézőkör kiávárják itthon, hogy a Perkő az domináljon. Mondom meg, ami mondom! Nyár! Ugye a faluban mindenki azt mondta, hogy Gyurika fog jönni. Én vagyok Gyurika. Gyurika jön High TV-től. Szia Gyurika, mutatkozz High TV-től. Hello, Gyurika vagyok High TV-től. Köszönöm szépen, hogy elhívtatok. Sőt, sok sikert nektek a továbbiakban, Huni. És köszönöm szépen, hogy itt lehettem, és egy lehettem közületek, és hajrá Perkő. Iratkozzatok fel, csengőt nyomjátok be, tyukláb, ludláb mindenkinek. Szerusztok. Hajrá Perkő! Tessék!